mennyi ideig játszottál az FC Bruges első csapatában? Másfél-két évig. Egy évig eltiltottak engem. Csak a nemzetközi meccseken játszottam, mert túlságosan sok külföldi játékos volt. Nagyon boldog voltam azzal a lehetőség, amit kaptam. Tehát a Wembley-re gondolok itt. Nagyon sokan látták ezt Magyarországon erre is. Erre gondolok, otthon is, és azt hiszem kb. 70-80 országban, másutt is. És ez egy elégtétel volt azok felé, akik abban az időben úgy ítéltek el, ahogy az akkor előfordult. Amikor aztán kaptam egy lehetőséget, kimentem Amerikába, ott játszottam egy szezont. Buffalo Stallionsban játszottam, Horváth Jóskával, és ebbe a bajnokságban játszottak még. Harsányival is, ugye? Harsányi ellen játszottam New Yorkban. Ez egy érdekes szituáció volt. New Yorkban játszottunk, hát el kell ezt képzelni. Szóval mi csapatunkban két magyar, a másik csapatban az ellenfélben, mint a New Yorkban, mert ők ott játszottak. Három magyar ellenfél gyúrója magyar volt, és magyarom, mit tudom, szurkoltak, ott bozdítottak bennünket. Szóval ez egy ez kispályás foci volt? Kispályás foci volt, úgyhogy indoor soccer, kispályás foci volt. De istentelen sok híve van ennek ott. Amerikába kerested a legtöbb pénzt? Hát ez azért megoszlik. Amerikába tényleg jól kerestünk, jó fizetnek, Amerikába tényleg minden a pénz. Hát a kötőszó a pénz, de azért nem lehetett panaszkodni Bruges-be se, és Ausztriába se. Burgenlandban annyit játszottam két régi ismerőssel, barátabb, Karsai Lacival, meg a Pusztai Lacival. Mivel foglalkozol most? Jelen pillanatban van egy betársult egy vállalkozásba, és hát abból próbálom a mindennapi kenyeremet, hát, hogy megkeresni. Társvállalkozó vagyok egy úgynevezett Video Home Service nevű cégnek. Videófilmeket forgalmazunk, adunk, veszünk, kazettákat árunk, ebből adódó kis filléreket próbáljuk félretenni. Hála Istennek van egy-két fillérem a bankban, és ezért idegrendszerre nyugtató lakhat. Nyugodtan nézhetek a jövőbe. Rendezett körülmények között élünk. Magyarként élek, magyarként érzek, együtt sírok és együtt nevetek. Azzal a néppel, azokkal az emberekkel soha nem fogom elfelejteni. És magyarnak tartom magam. Családom magyar, magyarul nevelem a kisgyerekemet, gyerekeimet. Feleségem is beszél magyar, annak ellenére, hogy belga. Lajossal hol ismerkedett meg? Bruges-ben. Én is. Gyerek hol született? Thomas Ausztria, és a kislány itt Belgiumban. Gyerek is tud magyarul? Igen. Mondjál valamit magyarul. Tudod, hogy a papa futballista volt? Szóval, hogy kérdés? Futballista volt. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg a nap neve. Elbúcsúzom, de itt marad, belőlem néhány pillanat. A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el. A csend beszél tovább, helyettem ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg a nap neve. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néha pillanat. Oh, yeah.
sérdelek és rendszerek, így az elcsapott részeket sokkal közelebb hoztunk az Magyarországhoz, úgymond visszacsapottuk ezeket az elcsapott részeket hittel, kultúrával és sporttal. Kérdésem az lenne, hogy ezt a sokat szenvedett, megalázott rendszeret próbáljuk közelebb hozni egymáshoz elcsapott rendszerekkel ez alatt, és sporttal, segítsetek nekem ebben, a mindazt is állunk veleteket, köszönjük, hogy itt voltak.